A Kossuth Park burkolatát szedték fel tavaly ősszel Fehérgyarmaton. Ezzel indult a Zöldváros program a településen. A fejlesztés a napokban ért véget, a beruházás a belváros jelentős részét érintette. Elmondhatjuk, hogy a város egyik legnagyobb beruházása, összességében közel egy milliárd forintos Beruházási értéket képvisel, amelyhez a magyar állam egy jelentős 450 millió forintos kiegészítést adott a költségnövekmények miatt. Úgy gondolom, hogy ilyen mértékű közterületfejlesztés még Fehérgyarmaton nem történt, és azt is elmondhatjuk, hogy a végeredmény az nagyon szép lett, hiszen mindenkitől azt a véleményt kapjuk vissza, hogy a város központi része teljesen megújult, illetve új felület is, a Jékei Kúria előtti felület, zöld felület is belet vonva a Kossuth Parkba, tehát azt lehet mondani, hogy egy jelentős része bővült a Kossuth Park. A parkban új utcabútorokat és játszóeszközöket is elhelyeztek, ezek mellett pedig új szökőkutat alakítottak ki, amelyet a jó idő beköszöntével helyeznek majd üzembe. A Kossuth parkon kívül a Belváros más frekventált területei is megújultak. A fejlesztések pedig hamarosan folytatódnak. A római katolikus templom előtti terület az is új burkolatot és új dizájn kapott, illetve nagyon mostoha körülmények voltak az úgynevezett sétálóutcán bevásárló udvarban, ahol a térkő feltöretezett volt, egyenletlen, tehát tényleg baleset veszélyes volt. Ez a terület is megújult, nem csak a kösútt park. Tehát azt lehet mondani, hogy a város központi részének egy nagyon-nagyon jelentős része teljesen felújításra került. Természetesen ezzel nem már le ez a program, hiszen már az élhető települések program keretében, a TOP plusz forrás keretében 1,2 milliárd forintot nyert el a város, amely a buszpályaudvar a május 14-ére egy részének, a Szent István térnek a teljes rekonstrukciójára fogjuk fordítani. Ennek a tervezése már javában zajlik, tehát lassan véget ért. Én úgy gondolom, hogy a városnak egy másik olyan része is felújításra kerül, amely megérdemli azt, hogy költsünk rá komoly forrásokat. A korábban felszedett és még jó minőségű burkolatból a temető úthálózatának felújítását kezdte el az önkormányzat. A meglévő térköveket új járdák építésére is használják majd a területen.